Legutoljára a Balaton akaratján, amikor találkoztunk, azt mondtam, hogy ez a helyszín, vagyis a Balaton akaratjai helyszín a strandkézilabdázás Wimbledonja. Akkor Dabasra a következő jellemző illik, illetve Dabas a strandkézilabdázás Buckingham Palace-a. Ahogy azt a mai adásban már többször is hallhatták, nagyszerű körülmények várták a dabasi lazító ligetbe látogató strandkézilabda barátokat. A körülményeken kívül az időjárásra sem lehetett panasza a kilátogatóknak, a hőmérő higanyszála nemigen kúszott 30 fok alá. Hatalmas érdeklődés jellemezte az év egyik leginkább várt kvalifikációs versenyét, mind a női, mind a férfi tornára 14 gárda adta le a nevezését. A hölgyeknél két darab hetes csoportba sorsolták a csapatokat, ahonnan az első négy jutott tovább a legjobb nyolcba. Az aljelűben a szentendreiek ellentmondás nem tűrő játékkal veretlenül végeztek az élen. Mögöttük a laza lédik és a gumimacik kerültek a negyeddöntőbe. A negyedik helyen az egyszer volt alakulata került a felső ágra. Pontosabban csak került volna, a csapat ugyanis hazautazott. A Wildcats pedig köszönte szépen, kihasználta a kínálkozó lehetőséget, és tovább jutott a másnapi küzdelmekbe. A B csoportban a nyúlon túl dominált, szintén hibátlan teljesítménnyel várhatta a vasárnapi folytatást. Rajtuk kívül a szentendrei junior csapata, a Tukulja és a Flyers jutott a negyed döntőbe. A vasárnap nem a szentendreieknek kedvezett, hiszen mind a felnőtt, mind a fiatalok csapata vereséget szenvedett. Előbbi a Flyers, utóbbi a gumimacik ellen maradt alul, így az 5.-től 8. helyért folytathatták a küzdelmeket. Egymás ellen, de erről kicsit később. A másik két negyed döntőben a laza lédik egy idegörlő összecsapáson szétlövésekkel búcsúztatták a Tukulját, míg a nyúlon túl folytatva a magabiztos menetelését szoros csatában verte a Wildcats. A korábban már említett szentendrei házi rangadón borult a papírforma. A juniorok két fél idő alatt verték az idősebbeket, és végül a Wildcats verő Tukulját is bedarálták, így 5. helyen zárták a tornát. A szentendrei felnőtt csapat a 7. helyjel vigasztalódhatott. A két elődöntő viszonylag sima meccseket hozott, a Flyers a gumimacikon, míg a laza lédik az addig nagyszerűen menetelő nyúlon túlon kerekedtek felül és jutottak a fináléba. Amilyen sima volt az idézőjeles főpróba, olyan kiélezett lett az előadás, vagyis előbb a bronzmeccs, majd a döntő is. Előbbiben a gumimacik mindössze 2 góllal szétlövéssel verték a nyúlon túlt 36-34 arányban. A fináléban szintén szétlövések döntöttek, méghozzá a laza lédik javára, akik ezzel megnyerték a dabasi kvalifikációs verseny női tornáját, még saját magukat is meglepve. Szóval se jutok, ezt nem gondoltuk volna. Tehát elindultunk hatan, lesz ami lesz, és eljutottunk idáig. Nem egy nagy létszám egy ilyen strandkézilabda bajnokságon elindulni hatan, ez elég strapás, ráadásul 2 hosszú nap. Micsoda, igen. Nagyon strapás, hát végig hosszúzni az összes meccset, gyilkos. De megérte. Ahogy hallhattuk, a lányok nincsenek sokan, de már keresik a megoldást a pótlásra. Igyekszünk a hiányzókat pótolni, az a baj, hogy sérültünk is van, úgyhogy hát majd valami gyors igazolást. Gyors igazolást. Egy kisebb ünneplést ugyan terveztek a lédik, de mivel hátradőlni nincs idő, a komoly bulit egyelőre elhalasztották. Hát nem tudom, a nyereménysörből egy sziszenni fog. És majd jövő héten ünnepünk Velencén. A csapatvezető szerint nem is igazán kellett motiválni az együttest, eléggé hajtotta őket a tudat, hogy egy kicsit azért ég a talaj a lábuk alatt. Az utolsó lehetőséget próbálják megragadni a lányok arra, hogy bejussunk az országos döntőre, úgyhogy azt gondolom, hogy ez ennek köszönhető, hogy most összeszedték magukat fejben, és hát nagyon örülünk, hogy sikerült.
A csapat titka pedig egyszerűbb, mint gondolnánk. Talán a nevünk az elég helytálló, tehát hogy lazák vagyunk, nem veszük annyira komolyan, mint itt egy-két csapat, és ebbe van talán az is, hogy a tét helyzetekben nem remeg meg úgy a csajoknak a keze, és talán ez, ami egy kicsit pluszt ad nekünk. A férfiaknál ugyancsak két hetes csoportban zajlottak a küzdelmek, az A-ból a Salgótarjáni Strandépítők és a Hírszat Keszthely BHC ugyancsak egy-egy vereséggel és 10 ponttal jutott a másnapi negyeddöntőbe, őket a Happy Hands és a Konecranes BHC követte. A B csoportban a hazai Dabas Beach Boys megmutatta, hogy ki is az úraháznál, veretlenül zárt az élen. A második helyet a pénzügyőrese szerezte meg, mert az egymás elleni eredmény alapján jobbnak bizonyult a sivatagi viharnál, míg negyedikként a Laza Lédik várhatták a vasárnapi küzdelmeket. Ahol meglepetésre szétlövéssel legyőzték a másik csoportot nyerő Salgótarjáni Strandépítőket, és jutottak a legjobb 4 közé a Keszthely, a Pénzügyőr és a Dabas társaságában. Az elődöntőre aztán úgy tűnt, hogy elfáradtak a Laza Lédik férfiúi, a Pénzügyőr pedig nem kegyelmezett, 2-0-val jutott a fináléba. A másik ágon egy végletekig kiélezett meccsen szétlövésekkel a Dabas Beach Boys felülmúlta a Hírszat Keszthely alakulatát, és várhatta a döntőt a hazai homokon. A bronzcsatában a keszthelyiek minden erejüket összeszedték, és 2-0-ra diadalmaskodtak a Laza Lédikkel szemben, így az ő nyakukba kerültek a bronzérmek. A fináléban a Pénzügyőr komoly erőfeszítésekre késztette a dabasiakat, akik az első játékrészt ugyan nyerték, ám a másodikban már alul maradtak, így jöhetett a szétlövés. Ezt pedig a hazaiak bírták jobban, és végül egyetlen egy góllal megnyerték a döntőt, ezzel együtt pedig a férfi torna küzdelmeit is. A dabasiak sikerében komoly szerepet játszott az összeszokottság. A csapategység és az, hogy végre olyan létszámot tudtunk versenyezni, ami arra predesztinált minket, hogy tudtuk a csapatot forgatni, gyakorlatilag majdnem minden meccsen pihenten tudtunk ezáltal játszani, úgyhogy a srácok nagyon szépen lehozták ezt az egész tornát, veretlenül sikerült megnyernünk, úgyhogy örülök neki, bízom benne, hogy az országos döntőn is hasonló eredményt tudunk majd produkálni. A hazai csapatot azért nyomta az esélyesség terhe, de úgy tűnik, hogy nem roppant össze alatta a társaság. Igazából úgy gondoltunk, hogy a saját pályánkon igazából nem azt mondjuk a saját tornánk, de azért a csapat mindent megtett azért, hogy azért ez így legyen. A dabasiaknak már nem volt ismeretlen a Pénzügyőr csapata, és a döntő forgatókönyve is szinte megszokottá vált. A védekezésünk az nem volt olyan stabil, de viszont nagyon jól támadtunk. Igazából pontok is mutatják, hogy egész szép pontokat töltünk minden fél időben, és az nagyon sokat számított. És hát a végére elég olyan csintalan lett az egész, mert ugye hagytátok a szétlövésre az elsőséget. Így volt a koreográfia? Nem, sajnos nálunk ez ilyen statisztika, hogy a második fél időt rendszeresen elszúrjuk, de komolyan mondom, olyan borzalmas, hogy mindig elszúrjuk a második fél időket. A dabasiak tehát diadalmaskodni tudtak hazai pályán, és újabb lépést tettek az országos döntő felé, addig azonban még hátra van egy velencei kvalifikációs torna. Csodálatos, nagyszerű torna fejeződött be Dabason, amint látható, a végeredmény ott készül az albumba. Köszönöm, hogy figyeltek ránk, nézzenek minket a jövő héten is, akkor Velencéről számolunk be önöknek, a velencei eseményekről, ez persze nem Olaszország, hanem a Balaton partjával szemben álló Velencei tópartja. Köszönöm, hogy figyeltek ránk, maradjanak velünk tovább, és viszontlátásra!